Egy jótékonysági szalonkoncerttel folytatjuk a délelőttöt, ami az Érintettek Egyesülethez kapcsolódik. Itt van már velem a stúdióban dr. Cserháti Erika, az Érintettek Egyesület elnöke, és Somogyi Hédi, az esemény megálmodója és szervezője. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Jó napot! Köszönjük a meghívást! Talán kezdjük akkor az Érintettek Egyesülettel. Nálunk még nem jártatok. Kikkel foglalkoztok elsősorban? Hát daganatos és leukémiás gyermekek családjait fogjuk össze, és mi mindannyian érintettek vagyunk. 2 éve alakult az egyesületünk, és hát megpróbáljuk így közösen segíteni a sorstársakat. Itt a hogyan, az a következő kérdés, hogyan segítitek ezeket a családokat, vagy ezeket a gyermekeket? Tehát szártam programunk van. A tavalyi év folyamán egy könyvet, egy tájékoztató könyvet valósítottunk meg, több mint 25 szerző és 35 család összefogásában sikerült ezt a könyvet kiadni, ami mindenfajta fontos információkat tartalmaz a daganatos és leukémiás gyermekeket nevelő családok számára, amivel szembesülhetnek a kezelések alatt. Tehát ezzel a szülőket próbáltuk egy kicsit segíteni és támogatni a kétségbeesett időszak alatt. A gyermekeknek is elindítottunk pont múlt hónapban egy programot, az Érintettek Lánca nevezetű programunk, ami gyakorlatilag arról szól, hogy minden egyes kezelés vagy beavatkozás után a gyermekek kapnak egy-egy gyöngyöt, és a végén egy ilyen 300-400 gyöngyszemből álló hosszú láncuk lesz, és a minden egyes kezelés, beavatkozás más-más formájú gyöngy szimbolizál, úgyhogy a segítségével ők is el tudják mesélni, hogy miken mennek keresztül. És a jövőben pedig szeretnénk a gyógyítóinknak is egy programot elindítani, a Köszönöm Gyógyítón program, ahol szeretnénk a hálánkat és a köszönetünket, egy kicsi visszacsatolást a gyógyítóknak. Hát akkor boncolgassuk még ezt a hármasságot. Itt elsőként ugye a szülőket szólítjátok meg az egyesület által. Miért fontos ez a tájékoztató munka, amit végeztek, és itt egy szó ragadta meg a fülemet, ez a kétségbeesés, amit mondtál? Igen, hát tehát a betegséggel való szembesülés azért egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. A családok a mindennapi életükből kiszakadnak, és egyszer csak ott találják magukat a klinika közepén, és semmit és semmilyen információjuk nincs, semmit nem tudnak. És azt szerettük volna, hogy ez a könyv egyfajta védőháló legyen számukra, tényleg minden hasznos információt megtalálnak benne. Itt és nem akkor csak ilyen praktikus mindennapi tanácsok. Igen, nem csak a kezelések, a beavatkozásokról, hanem például a házi állatokkal mi legyen, vagy a beteg jogokról, vagy különböző ilyen szociális juttatásokkal kapcsolatosan, vagy nagyon-nagyon fontos a pszichológiai segítségnyújtás, és akkor a testvérekkel mi legyen, hogyan tudjuk őket is megtámogatni. És a könyvet szakemberek írták, és minden egyes fejezet végén a családok ilyen saját élményeket, tapasztalatokat, meg praktikákat, jó tanácsokkal még kiegészítették az egyes fejezeteket. Hogyan érhető el ez a könyv? Vagy hogyha mondjuk valaki érdeklődik ez iránt, vagy mondjuk neki is hasznos tanácsokkal szolgálnak, akkor hogyan tudja ezt beszerezni? Minden érintett család számára ingyenesen eljuttatjuk a gyermekonkológiai centrumokon keresztül, de hogyha valaki egyébként érdekel, akkor írjon nekünk az Érintettek Egyesület honlapján, az érintettek.hu-n megtalálják az elérhetőségünket, és nagyon szívesen küldünk neki is egy példányt. És még mielőtt majd a gyerekekről beszélgetnénk, térjünk át egy kicsit erre a szalonkoncertre, mert most ugye ennek apropóján érkeztetek ide a stúdióba, ez egy jótékonysági komoly zenei szalonkoncert lesz. Hédi, te vagy a megálmodója, hát hogyan pattant ki akkor a fejedből ez az ötlet? Hát ez nagyon érdekes, mert két úton, eredetileg az én fejemben volt egy szalonkoncert sorozat álom, és Erikával egy közös ismerősünk összekötött minket, hogy milyen kulturális programot lehetne az egyesületnek csinálni, és én ezt a kettőt kötöttem össze, és úgy gondolom, hogy ez a szalonkoncert műfaj, ez abszolút illik az egyesülethez, mert családias, mert kevesen vagyunk, de mégis mindenki egy színvonalas dolgot hall, együtt hall, és utána van lehetőségük beszélgetni is. Tehát ez nem egy 300 fős óriási koncertterem, ahova bemész, kimész, gyönyörű koncertet hallottál, de vége, hanem valahogy együtt tartja az embereket.
Akkor itt is a közösség az, ami igazán a központban helyezkedik el. Miért fontos az, hogy itt a szülők tényleg akkor hallgatnak egy gyönyörű, komoly zenei koncertet, de akkor utána azért a beszélgetésre is van idő? Ez azért is fontos, mert szerintem én ugye a művészet oldaláról látom ezt, meg a fellépő művészek oldaláról, hogy nagyon fontos, hogy a közönség az lássa, hogy a fellépő művész az nem egy bálvány, aki messze van a színpadon, és megtapsoljuk, és lemegy, és sose találkozunk velük, hanem lejönnek, és ugyanúgy egy bor mellett a művészekkel tudnak beszélgetni, és megosztják a tapasztalataikat, lehet, hogy rájönnek, hogy milyen közös pontok vannak a zenészekkel, stb. Stb. Úgyhogy ez egy érdekes két világnak a találkozása. Mi lesz a nemes cél, amit a jótékonysági koncert bevételeiből mit támogattok, vagy mire fordítjátok, inkább akkor úgy kérdezem? Pont ezt az érintettek könyvét, és pont jó is volt a kérdésed, hogy jutnak el ezek a könyvek az érintett családokhoz. Fizikailag úgy, hogy az onkológiai intézeteken keresztül, de anyagilag pedig úgy, hogy a koncertek bevételéből az újabb X példány, most éppen 500 példány kiadását fogjuk támogatni. Nézzük akkor meg a művészek oldalát még. Ki lesz a fellépő, vagy kik lesznek a fellépő művészek most ezen az eseményen? Ez egy három részes sorozatnak a második koncertje lesz holnap, és Razvaja Eva Anasztázia hárfa művész lesz, és Selejó Erzsébet szaxofon művész, ami már eleve egy nagyon érdekes párosítás. Soha nem hallottam még korábban. Igen, fantasztikus művészek mind a ketten, és nagyon régóta játszanak együtt, ráadásul külföldön is és itthon is. És nagyon változatos műsort fognak előadni, lesz benne kortárs, fiatal, mai magyar zeneszerzők művei, valamint Bach, Debussy, Dowland művek, amik valahogy egyensúlyt fognak teremteni, hogy minden hallgató megtalálja kedvencét. És három részt, vagy három állomást említettél, aminek ez ugye a második lépése. Megvan-e már a harmadiknak az időpontja, terve, esetleg a fellépők neve? Meg, abszolút megvan. Az május 5-e, jól mondom? Nem, bocsánat. Május 3-a, rosszul mondtam. Május 3-a csütörtök, és Kis Péter zongora művész tart szólóestet. És az is egy nagyon érdekes vegyes műsor lesz, Bartók, Beethoven, és nem árulom el a többit. Akkor térjünk vissza egy kicsit még a gyerekekre. Itt említetted ezt a bizonyos láncot, hogy a különböző kezelések kapcsán a gyerekek egy-egy gyöngyszemet kapnak, amiből egy egészen hosszú lánc alakul majd a kezelés végére. Ennek mi a célja? Én kicsit úgy látom, hogy itt talán még inkább fizikai válik ez a kezelés, vagy ez a hosszú folyamat? Igen, tehát egyrészt az volt a célja, hogy a kicsit, a gyermekek mindig szeretnek valamit kapni, de a legeslegfontosabb talán az, hogy ennek a segítségével elmesélhetik, hogy ők miken mennek keresztül, mert hogy tényleg minden egyes kezelést, vagy beavatkozás más-más formájú gyöngy szimbolizál, illetve ezt így eltehetik a végén emlékbe, és lezárhatják a láncot, és hogyha ránéznek, akkor erőt adhat nekik. Ez jó, hogyha folyamatosan szem előtt van, hogy ők mi mindenen mentek keresztül, hogy én nem is tudom, hogy a terápiának vagy a kezelésnek milyen részei vannak, de hogy azt folyamatosan látják, és folyamatosan ott van az éjjeli szekrényükön, vagy a szobájukban? Igazából az infúzió elványra szokták általában. Én azt gondolom, hogy ez a bátorságuknak egy-egy lépését szimbolizálja, és a megtett utat, a gyógyulás útját, úgyhogy... És talán ki is mondtad a kulcsot, hogy lezárják a végén ezt a láncot, és ez talán a legfontosabb lépés. Igen, a végén lezárják, és elteszik emlékbe. Reméljük, hogy... A fiókba kerül. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Én további jó munkát kívánok, és további szép koncerteket. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen.